Jó estét kívánok, nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt Mezőtúron az első korcsolyapálya megnyitásán. Felkérem Herceg Zsolt polgármester urat, hogy néhány szóval adja át a pályát a lakosságnak. Köszönöm szépen, jó estét kívánok én is mindenkinek, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát először is meg szeretném köszönni Emikének, az intézményellátó Kft. Vezetőjének azt az ötletet, amivel jóval két hónapja, vagy több mint két hónappal ezelőtt megkeresett és tájékoztatott arról, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy ezt a pályát ide tudjuk hozni Mezőtúra. Rögtön azt mondtam neki, hogy nézzük meg annak a lehetőségét, hogy ez megvalósuljon, és hát ez az ötlet most itt látható mögöttem, hogy megvalósult. Én szeretnék köszönetet mondani ügyvezető asszonyon kívül az intézményellátó Kft. Dolgozóinak, az Ipari Park Kft. Részéről, hogy itt a Városi Oktatási Centrumban ez a pálya helyet kapott, és hát köszönöm azt is, hogy ilyen szépen berendeztétek, mert hát olyan otthonos, jó itt lenni, és én is ki fogom próbálni a pályát. Sajnos nem tudok korcsolyázni, de remélem, hogy majd megtanulok. Tisztelt hölgyeim és uraim, egy nagyon nagy dologról van szó, hiszen önkormányzatunk célja az egész évben, hogy az itt élőket közösségé formáljuk, és én úgy gondolom, hogy ez a pálya is hozzájárul majd ahhoz, hogy ez így legyen. A Korcsolya pályán kívül még szeretnénk azt is, hogy egy olyan karácsonyi vásár legyen itt majd a pálya mellett, ahol értékeket tudnak vásárolni, kézműves termékeket és más egyéb olyan árucikkeket, amely a városunkra, a térségünkre jellemző. A jó hangulatról is igyekezett gondoskodni a Kft., hiszen a felnőttek kaphatnak forraltbort, és természetesen a fiatalok, a 18 év alattiak sem lettek elfelejtve, hiszen forró teát is lehet kapni, úgyhogy ha valaki fázik, akkor a mozgáson túl az italokkal is tudja melegíteni magát. Én mindenkinek azt kívánom, hogy szerezzen szép élményeket ezen a pályán, ezen a helyszínen, és hogyha ha sikeres lesz, én megígérem önöknek, hogy a következő esztendőben is fogunk idehozni ilyen attrakciót városunkba, hiszen még egyszer mondom, nagyon fontos az, hogy ilyen értékes programokat megszervezve az itt lakókat összehozzuk lehetőleg minél többször. Mindenkinek nagyon jó szórakozást, jó sportélményeket kívánok a pályához. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ön az ügyvezetői kinevezése óta rengeteg újítást hozott, ez a jégpálya is azok közé tartozik? Igen, mondjuk azt, de ez egy közös döntés volt a szabadidőközpontos kollégákkal, beszélgettünk, hogy mit lehetne karácsonykor valami újítást hozni, és közösen találtuk ki ezt. Ehhez a jégpályához milyen kiegészítő elemek, illetve programok kapcsolódnak? Fogunk szervezni télapó ünnepséget, várjuk a mezőtúri kézműveseket, bármikor jöhetnek árusítani, aztán majd meglátjuk, hogy jéghoki verseny, korcsolya verseny, nem tudom, majd ahogy kialakul. Látható, hogy ez nem igazi jég, hanem egy speciális anyag. Hallhatunk erről valamit esetleg? Valami műszaki dolgot? Nem vagyok egy nagy műszaki ember, ez egy nagyon nagy keménységű műanyaganyag, amit összeillesztettek a vállalkozók, és ezt, hogyha ilyen csapadékos idő van, akkor glicerinnel kenegetjük. Ha nincs csapadékos idő, akkor csúszik magától. De annyit kell még tudni, hogy ez egy teljesen új pálya, úgyhogy most még egy pár napig nem fog úgy teljesen igazából csúszni, nagyon kezdőknek is, mint én is, ahogy vagyok, nagyon jó. Úgyhogy megtanulni nagyon jó rajta. Meddig lehet látogatni ezt a jégpályát? Mennyiért van-e belépődi, és hogyan lehet esetleg korcsát kölcsönözni? Tehát hogyan működik a pályának a használata a nagy közönség számára? Ez úgy működik, a leges legfontosabb, ami úgy nincs a köztudatban, kesztyűvel engedjük be az embereket. Ez nagyon fura, de hogyha valaki elesik, akkor hogy ne sértse meg a másik, tehát attól mi nem tudunk eltekinteni, a kesztyű a leglényegesebb. Mi úgy tervezzük, hogy január 3-áig lesz itt Mezőtúron ez a pálya. Minden nap
nap nyitva leszünk, 2-től este 8-ig. Teljesen rugalmasak vagyunk, hétvégén egész nap nyitva vagyunk. Csoportok, baráti társaságok jelentkeznek, délelőtt is lehet jönni. Korcsolyákat lehet bérelni, 300 forint a belépő, 200 forint a korcsolya bérlés, és amennyiben olyan gyerekek jönnek, akik nem tudnak igazából korcsolyázni, beengedjük a szülőket egy lábzsák megvásárlásával. Bemehetnek ingyenesen. Csak korcsolyával lehet a jégre, a műjégre lépni? A műjégre a lábzsák használatával is rá lehet lépni, és úgy segíteni lehet a gyerekeket. Sziasztok gyerekek, kezdünk egy gyors bemutatkozással, jó? Fordis Attila Mihály. Grácz Adrián Márk. Zoboki Alexandra. Borai Klaudia. Pap Ferenc. No, hát hogy érzitek magatokat itt a frissen megnyílt jégpályán? Tudtok-e korcsolyázni? Mi a helyzet? Hogy érzitek? Milyen a pálya? Elég kellemes, hát eddig görkorcsolyáztunk csak, de most már ezt is elkezdhetjük legalább. Én is eddig csak görkorcsolyáztam, de tök jó kipróbálni a jégkorcsolyát is, és jó. Lányoknak hogy tetszik? Nekem tetszik, amúgy is tudok görkorizni. Na igen, épp ez az, hogy szoktunk járni görkorizni, és nagyon megtetszett a jégkori is. Én nem járok jégkorcsolyázni, de viszont eléggé tetszik nekem, vagy most vagy másodjára. Eléggé ez a pálya szerintem jobb a kezdőknek, mert nem annyira csúszik, mint a jeges. Tehát számomra ez jobb. Igen, érdekes is egy furcsa dolog az, hogy gyakorlatilag egy műanyag lapon kell korizni, de gondolom, hogy ez különösebb akadályt, problémát nem jelentett nektek. Nem. Nem. Tetszik, jó. Okay, mennyi? Kétszer majdnem felbuktam, hogy megesik ilyen a kezdőknél. Igen, szóval akkor, de azért nagyon sok esés nem volt, tehát személyisérülés nem történt. Még nem estünk el ma. Reméljük nem is fogunk. Hát én a közelében voltam már, de én is megúsztam. Egyszer-kétszer én is majdnem elestem, csak valahogy mégis talpon maradtam. Hát akkor azt kívánjuk nektek, hogy érezzétek nagyon jól magatokat, és jó szórakozást ehhez a pályához. Köszönjük szépen! Polgármester úr, azt tudjuk, hogy Mezőtúrvárosa jeleskedik a sportokban, de nem a téli sportokban. Hogy jött ez az ötlet? Hát igen, Magyarországon, meg Mezőtúron sem a téli sportokról vagyunk híresek. Több mint két hónappal ezelőtt az intézményellátó Kft. Ügyvezetője, Papné Juhász Emília keresett meg az ötlettel, hogy mi lenne, hogyha ide hoznánk egy ilyen pályát Mezőtúra. Hát ennek vannak költségei, hiszen több mint 1 millió forintba kerül. De én rögtön azt mondtam neki, hogy nézzük meg, hogy hogyan tud működni ez a történet, és nagy örömmel fogadtam az ötletet, és rögtön azt mondtam, hogy csináljuk meg, hiszen nagyon fontos az, hogy a közösséget valamilyen módon így a tél folyamán is összehozzuk. Hát ez a pálya teljesen alkalmas arra, hogy baráti társaságok, fiataloktól az idősekkel bezárólag ide látogassanak minél többen. Hát reméljük, hogy az időjárás is kegyesebb lesz hozzánk, mint a mai napon, hogy szemerkél az eső, és állítólag ilyenkor, ilyen időjárási körülmények között, tehát vizesen ez a pálya nem csúszik annyira. De talán lehet, hogy jobb is, mert aki kezdő és most tanul meg korcsolyázni, annak jobb is, hogy nem annyira csúszós a pálya. Amit nagyon fontosnak tartok, tehát az, hogy a közösséget összehozzuk, és egy hónapon keresztül itt lesz a pálya, hiszen január elejéig rendelkezésre áll, tehát több mint egy hónapig használhatják a mezőtúriak, és már azt is tudom, hogy vidékről is bejelentkeztek iskolások, tehát a környéken én úgy gondolom, hogy ez ritkaság számba megy. Szarvason tudom, hogy tavaly volt egy pálya, sajnos csak a kisebbet tudtuk már elhozni, mert már le volt foglalva a nagyobb, de ha úgy látjuk majd a tél folyamán, hogy nagyon népszerű, akkor a jövőre lehet, hogy a nagy pályával is megpróbálkozunk. Amit még nagyon fontosnak tartok elmondani az, hogy megkerestünk mezőtúri kereskedőket, kézműveseket, hogy a pályánál, a pálya mellett egy kis karácsonyi vásárt rendezzünk be. Hát remélem, hogy minél többen jelentkeznek majd, és akkor a hangulat az még jobb lehet. Természetesen a népművészeti értékeink jelennének meg elsősorban. És hát ami a jó hangulatról gondoskodik, az a forralt bor lehet a felnőttek esetében. Igen, hát az látszik, hogy a pálya megnyitása előtt azért már vannak érdeklődők, sokan, ugye az időjárás ellenére, hiszen azért nem mondhatjuk azt, hogy téli az időjárás, de ennek ellenére sokan vannak itt. Tehát akkor, hogyha ez nagy sikere lesz esetleg ennek a pályának, akkor elképzelhető, hogy jövőre is lesz.
Így van, minden bizonnyal. Én úgy gondolom, hogyha azt látjuk, hogy lesz érdeklődés, én biztos vagyok benne, hogy lesz, akkor lehet, hogy már januárban le fogjuk foglalni a következő esztendőre, tehát 2015 végére azt a pályát majd, ami ide kerülhet mezőtúra. És gondolom, hogy az is itt a főiskola területén lesz elhelyezve, hiszen ez az udvar alkalmas az ilyen eseményekhez. Így van, kiválóan alkalmas. Nagyon fontos az, hogy zárt helyen legyen, hiszen sajnos tudjuk azt, hogy a vagyonainkat milyen veszély fenyegeti, úgyhogy mindenképpen gondoskodni kell a vagyonvédelemről, tehát itt korcsolyákat lehet bérelni, és az értékek azok éjszakára egy zárt helyre bekerülnek, hát a pálya az itt lesz, de hát őrzés meg lesz oldva, és hát zárt helyen van, reméljük, hogy nem tesznek benne kárt azok a polgártársaink, akik nem igazán tisztességes szándékkal jönnek ide a pályára, tehát nem korcsolyázni, hanem egyéb szándékkal. És akkor végére egy könnyed kérdés, polgármester úr kipróbálja a pályát? Ki fogom próbálni, de mivel nem tudok korcsolyázni, én úgy szeretném majd kipróbálni, mikor nem lesznek nagyon sokan, mert nem szeretném azt, hogy elesek vastaps, felállok, aztán megint elesek újra vastaps, tehát minden bizonnyal kipróbálom majd. Gyermekkoromban egyébként korcsolyáztam, de hát ugye a klímaváltozással jön ez, hogy már évek óta itt a természetes vizeink nem fagytak be, és hát azóta nem volt alkalmam ennek a sportágnak hódolni, de ki fogom próbálni feltétlenül, nem hagyom ki ezt a lehetőséget, és arra buzdítok mindenkit, hogy jöjjenek és próbálják meg.